Egyelőre én azokról a számokról számolhatok be, amit az önkormányzat adott a statisztikai hivatalnak. Ezek alapján a városban 49.500-an vallották magukat magyarnak. Ez az összlakosság mintegy 16,4%-át jelenti, és ugyanakkor számos meglepetéssel szolgált ez a népszámlálás, mert mintegy 5000 nem nyilatkoztak az etnikai hovatartozásukra, ez 1,5% az összlakosság. Vajon miért? Mi azt feltételezzük, hogy ezeknek az embereknek egy jelentős része magyar, illetve azt is tudomásul kell vennünk, hogy az elmúlt 9 év során nagyon sokan egyrészt távoztak a sorainkból, viszont ugyanakkor megint elég sokan kiköltöztek a környező településekre. Gondolok itt olyan esetekre, mint Szászfenes, ahol 2002-ben volt 7500 lakos, és most 25000 lakos számoltak, akik soraiban egy jelentős számot képviselnek a magyarok. Tehát, hogyha azt veszük, hogy a részarányaink 18,87%-ról lecsökkent 16-ra a városban, ezzel párhuzamosan pedig várom én is az adatokat, hogy lássuk, hogy hogyan változott a részarányunk Szászfenesen, Kisbácsban, Nistán, és folytathatnám a sort. Milyen más... olyan drámainak. Milyen más okok vezettek erre a csökkenésre? A környező településekre való kiköltözés mellett, esetleg a kivándorlás, vagy a természetes csökkenés, vegyes házasságok, mely? Van egy természetes csökkenés, amivel számolnunk kell, egy előrejelett társadalmi, van kolozsári magyar társadalom. Csökkent a gyerekvállalási kedv is, ezzel is szembesülnünk kell. Viszont, hogyha figyelembe vesszük ezeket a falcsoportokat, akikről csak feltételezzük, hogy jelentős részük magyar, hogy azt is figyelembe vesszük, hogy hányan választották Kolozsvárt lakhelyükként, akkor azt kell mondanom, hogy számokban, abszolút számokban volt egy csökkenés, de nem olyan vészes, és továbbra is megmaradtunk Erdély vagy Románia második legnagyobb magyar közösségének Marosvásárhelyen. Az önkormányzat hogyan serkenthetné a gyermekvállalást, illetve azt, hogy a magyar diákok, akik itt tanulnak Kolozsváron, itt maradjanak a tanulmányok befejezése után? Milyen módszerek vannak, vagy lennének erre? Számos olyan módszer van és lehetőség van, ami egy önkormányzat rendelkezésére áll, viszont először is meg kell állapítanunk, hogy melyik az a szám, vagy melyek a céljaink. Számításaink szerint ahhoz, hogy fenntartsuk és éltessük és továbbfejlesszük ezt a magyar közösséget, illetve a kolozsvári össztársadalmat, össztársadalmi szinten mintegy 2000 gyerek kell, több kéne legyen városszerte évente, illetve 4-500 gyerekkel több kéne, magyar gyerekkel több kéne szülessen, vagy Kolozsvárt válassza lakhelyévé. Ezekről azt hiszem, hogy az elkövetkező időszakban számos vitát fogunk lefolytatni. Elég korlátozottak azok a lehetőségek, amelyek működtek különböző országokban. Számos ilyen példát láttunk. És remélem, hogy még akkor is, hogyha választási év lesz a 2012-es, de megszületik az a, megszületnek azok a lépések, amelyek a különböző intézmények szerepének a tisztázása után egy átfogó cselekvési tervként kerül életbe léptetés. Választási év következik, ezt ön is mondta, és lehet, hogy egyeseket elkeserít ez a közel 3%-os csökkenés. Elveszett Kolozsvár? Szerintem még nem, hanem egyszerűen is tudomásunk kell lennünk, hogy ezek a számok, ezekkel kell dolgoznunk, és ugyanakkor le kell mondunk azokat a következtetéseket, amelyek során jobb eredményt tudunk elérni, és egy olyan helyzetet tudunk teremteni, hogy a magyar, mint egy 50000-es magyar közösséget ne lehessen megkerülni, ne lehessen döntést hozni a megkérdezése nélkül, és legyünk jelen
minden olyan testületben, ahol a sorsunkról döntenek. Legyen az egy önkormányzat, megyei vagy parlament. Annak ellenére, hogy 19%-ról 16%-ra csökkent a magyarság aránya, ez nem akadályozza meg az önkormányzatot abba, hogy magyar kétnyelvű táblák jelenjenek meg. Vagy ismerve a jelenlegi kolozsvári tanácsstruktúrát, ahol egy narancsárga többség működik, azt hiszem, hogy választási évben nem lesz olyan egyszerű a dolgunk, az ebben a kérdésekben előbelül.